Kedves nézőink, ez már a Weekend második része. Köszöntök mindenkit. Véget ért a 2018-19-es évad a Móri Zsigmond Színházban, úgyhogy itt az ideje egy kis évértékelésnek. Kirják Róbert igazgatóval. Szia, Robi, jó estét! Szervusz, jó estét! Azon gondolkodtam, hogy ugye sokszor úgy gondoljuk, hogy na hát véget ért a színházi évad, mint ahogy egy iskolában is kicsöngettek, és akkor jön a várva várt vakáció. De hát ez ebben a színházban egészen másképp van, hiszen nagyon sok minden történik, nyit a szabadtéri színpad is, ugye a jó időbe köszöntével, és hát gondolom, hogy a fesztiválokon is megmutatkozik a Móri Zsigmond Színház. Ha jól tudom, nemrégiben éppen Pécset jártatok. Milyen eredményekkel? Így van. Egyrészt nagyon jól mondod, egy átlagos vidéki színházban június első napjaiban véget ér az évad, és egészen augusztus közepéig normál esetben pihen mindenki. Hát a mi színházunk nem ilyen. Egyrészt ugye a szabadtéri színpad előadásainak a szervezése, lebonyolítása is a mi feladatunk. Másrészt a Vidor Fesztivál munkájának épp a javában járunk. Mondhatom, hogy már a koncertek, illetve a színházi programok szervezésének a nagy részén túl vagyunk. És hát tavaly augusztus óta Bencsvillának is szervezzük a programjait hétről hétre. Tehát a nyár nekünk egyáltalán nem a pihenésről szól, sőt időnként a nyarunk még zsúfoltabb, mint mondjuk egy október-novemberi hónapunk. Ezt megszokták már a művészek, illetve aki ide szerződik, mondjuk az számol ezzel? A művészeket érinti ez a legkevésbé. Tehát ez leginkább a kiszolgáló személyzet, művészeti titkárság, gazdasági titkárság és a műszaki dolgozók közül néhány embert érint, de leginkább a háttérmunkások, akik nem igazán tudják pihenéssel tölteni a nyarat. Visszatérve a Pécsi Családi Fesztiválra, óriási közönségsikerünk volt, néhány napon belül várható eredménye is a fesztiválnak, egyelőre még semmit nem tudok róla. Nos, hát akkor, ahogy említetted, van munka bőven. Volt-e egyébként, ha már itt azzal kezdtem, hogy egy picit tekintsünk vissza, hogy az elmúlt évadra és értékeljük ezt az évadot, voltak-e legek, mondjuk kiugró nézőszám, minden tekintetben nagyon különös előadás? Hát kezdeném azzal, hogy már tavaly évben először megszavaztattuk a közönséget, a Facebook oldalunkon van egy 15 ezres követőtáborunk, akiknek megadtuk a lehetőséget, hogy szavazzanak a legjobb nagyszínpad, illetve a legjobb kamara előadásra. Nagy fölénnyel született meg mind a két színpadon az eredmény. Nagy színpadon a Meseautó, nem nagy meglepetésre azt kell mondjam, a kamara színpadon pedig az Oscar kapta a legtöbb voksot. Tényleg azt kell mondjuk, hogy kiemelkedő volt mindkét előadás. Meseautó több mint 15 ezeren nézték meg egy évadon belül, ami mindenképpen rekordnak számít. Pont ezen a 15 ezres követő számon gondolkodtam, hogy azért ez is nagyon szép egy vidéki színház esetében. Így van. Volt körülbelül egy évvel ezelőtt egy pesti marketing szakember felkérve, aki tüzetesen kielemezte a marketing munkánkat, és összehasonlította többek között más vidéki színházakkal, pesti színházakkal. Azt kell mondjam, hogy a követő táborunk országos szinten, tehát pesti színházakat is beleszámolva a harmadik helyen áll, tehát ez meglepő volt számomra is. Talán az is egyébként egy jó dolog, hogy a művészek nem csak a színház falaik között mint egy tényleg egy ilyen elefántcsontoronyban élik az életüket, hanem bekapcsolódnak videóklip forgatásba és egyáltalán a város vérkeringésébe, úgyhogy, és hát nyilván itt élnek, szeretik ezt a várost, úgyhogy valóban az ember családtagként tekint rájuk. Vannak olyan előadásaitok, amik ugye gyakorlatilag még nem tudtak kiugró nézőszámot produkálni, vagy nem fognak tudni, hiszen az évad második felében kerülnek bemutatásra. Ezeknek gondolom, hogy a sorsa a további játszás, akár nyáron, akár az új évadban. Igen, hát nagy színpadon az utolsó két premierünk, a Kalucsné és a Bob Herceg, ami óriási közönség érdeklődésre tartott számot, viszont május végén be kellett fejezzük az évadot, egyrészt mert kezdődik a szabadtéri szezon, másrészt ez a színházi hagyomány, és hát a Bob Hercegből és a Kalucsnéból is biztos vagyok, hogy fogunk még játszani a következő évad elején.
A kamarában pedig az említett Oscar, ami utolsó pár alkalommal felkerült a nagy színpadra, a nagy nézői érdeklődésnek elegettéve, ugye így majdnem négyszer annyi ember tudja megnézni. Szerintem következő évben még jó párszor láthatják nagy színpadon is akár ezt az előadást. A Rózsakertről még lesz szó a mai műsorban, talán csak így érintőlegesen a nagy előadások közül mi kerül majd a Rózsakertben bemutatásra? Mivel még a június hónapban vagyunk, én három előadást emelnék ki. Ahogy említettem, gőzerővel folyik a próba folyamata már az első premiernek, ami a bérletünkben is az első előadásnak számít. Ennek a címe a Delila, ez június 14-én látható, és ebből még néhány jegyet meg is tudnak venni az érdeklődők. Rá egy hétre a Menopauza, a Budapesti Játékszínnek az előadása Hernádi Judit, Szulák Andrea főszereplésével, csupa ismert slágerrel. Itt két előadást is játszunk, tehát felkészültünk a nagy érdeklődésre. Az első napon, 22-én már egy darab jegy nincsen, 23-án még néhány jegyet talán tudnak venni, és a június utolsó hétvégén pedig a Tanulmány a nőkről lesz látható, amire sok nyíregyházi néző emlékezhet. Körülbelül 10 évvel ezelőtt mi is bemutattuk ezt az előadást, és emlékeim szerint nagyon-nagyon nagy közönségkedvenc volt. És hát ez egy kaposvári előadás lesz most. Ha már itt a fogyójegyekről van szó, akkor gondolom, hogy most is lesznek, akik hajnalban majd letáboroznak a jegyiroda előtt, akik mondjuk a Vidor Fesztiválra szeretnének jegyekhez jutni. Így van. Terveink szerint július közepén megkezdjük a jegyárusítást a Vidor Fesztivál kapcsán is. Készülünk meglepetéssel, de ezt még egy kicsit későbbre hagynám. Robi, és te tudsz majd nyaralni? Belefér? Egyenlőre semmi esélyét nem látom. Na, viszont sok színházi előadást fogsz látni, úgy gondolom. Igen, hát ez nem meglepő talán egy színházigazgatónál, de talán egy kis pihenés már jól esne. Nos, hát köszönjük szépen, reméljük, hogy azért az is belefér. Mi köszönöm pedig is. A Rózsakert szabadtéri színpad 2019-es nyári programjairól beszélgetünk, illetve nézzük meg, hogy mi is a kínálat. Színház után pedig egy kis jótékonysági futásra invitáljuk Önöket, persze csak virtuálisan, legalábbis most virtuálisan, aztán majd meglátják, hogy hogy is döntenek. Vendégünk Bajnai Kornél, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének vezetője, igazgatója, és Roma Ádám, aki ennek az iskolának a gyakorlatilag egyik leghíresebb pedagógusa, mondhatjuk azt. Éppen néztem itt a elmúlt hetekben, hogy rettenetesen sok dolgot csinálsz, nagyon zizeksz most, a közösségi oldal legalábbis ezt mutatja. Lehet, hogy azért van, mert lassan vége a tanításnak, és most már ugye egyre több ötleted van, hogy valahogy kibírd addig, ameddig szeptemberben újraindul az iskola. Hát most, ha jól tudom, május 31-én volt valami fantasztikus dolog az iskolában. Engedjük meg, hogy igazgató úr, te meséld el, hogy mi is történt 31-én. Köszönöm szépen.
mint minden évben, ebben az évben is egy napra elveszítem a hatalmam, és átadom a diákoknak, és ezen a napon, amit mi fordított napnak nevezünk, a diákok veszik kezükbe a hatalmat, és ők szerveznek különböző programokat, természetesen felnőttek vezetésével, és ez egyik ilyen nagyszerű program, nagyszerű kezdeményezés volt, amit Roma Ádám kollégám elindított, és ezen a napon is végrehajtott ez a bizonyos jótékonysági futás. Nagyon sok programunk volt, de talán az egyik legfontosabb ezen a napon ez a jótékonysági akció volt, amit én nem is mondok többet, már is átadom a szót, mert szerintem ezt neki kell elmondania. Szóval miről is szólt ez a futás, Ádám? Évelején megkeresett egy ismerősöm, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek van egy ilyen futókampánya, és 2019 kilométert kell futni az év során, lehet egyénben, illetve csapatban is, és máig, most már eljutottunk addig, hogy 1900 kilométert futottunk. Akkor már gyakorlatilag a finishben vagytok. Igen, úgy gondolom, hogy meg is lesz ez év végére, sőt túl teljesítjük gyerekekkel, szülőkkel, ismerősökkel, és a pénteki napon pedig kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy az összes diákunk, illetve a kollégáimmal együtt futottunk 335-en, összesen 301,5 kilométert egy olyan 10-15 perc alatt, óriási élmény volt, nagyon jól sikerült. És gyakorlatilag mi ennek a tétje? Tehát miben segítetek, vagy mire hívjátok fel a figyelmet? Nagy tétje úgymond nincs. Igazából reklámozzuk ezt a szövetséget, nekünk pedig azért jó, mert hogy megismerjük az értelmi fogyatékosokat egy picit jobban, és hogy az elfogadásra tanít minket, illetve a sport része is nagyon jó egészségre, és illetve a közösségi dolgok is erősödnek, tehát igazából ennek ez az értelme. Ugye itt a stúdiumban már többször is jött Ádám és a diákok, és azt vettem észre, hogy hát hála annak, hogy nagyon sok emberrel ismerkednek meg, és ilyen programokon részt vesznek, ezek a diákok rettenetesen könnyen föltalálják magukat, még egy olyan helyzetben is, mint egy televíziós interjú, ugye, ami nem egyszerű. Hogy látod ezt vezetőként? Mennyire feladata az iskolának, hogy ne csak a kötelező tanmenetekben gondolkodjon, hanem abban is, hogy ezek a gyerekek ki fognak lépni az iskola falai között, és ott is meg kell nyilvánulniuk, és segíti-e mondjuk egy ilyenfajta kezdeményezés őket ebben? Azt gondolom, hogy nagyon segíti, hiszen a mai modern világban, ha modernet lehet mondani, a számítógépben, amikor a gyerekek kicsit beszűkülnek a digitális világba, mi segítünk nekik abban, hogy kilépjenek ebből a világból, és vegyék észre azt, hogy nem csak a számítógépes virtuális világ létezik, hanem létezik ezen kívül sok minden más, sok minden olyan dolog, amit érdemes és kell is megismerni. Általánosan képző intézményként pedig meg kell ismertetnünk a gyermekeket azzal, hogy nem csak azok a gyermekek léteznek, akik hozzájuk hasonlók, hanem más típusú, más gyermekek is vannak, akik nem biztos, hogy ugyanolyan adottságokkal rendelkeznek, mint ő maguk. De ettől függetlenül ők ugyanolyan értékes emberek, tehát meg kell velük ismerkednünk, meg nekik is, illetve el kell őket fogadni, és be kell őket fogadni, hiszen az inkluzivitás az egy nagyon-nagyon fontos, azt mondhatom, 21. századi elv és elmélet. Így van, és a tapasztalata az, hogy addig félnek, vagy addig vannak rossz érzéseik, ameddig egy nincs személyes ismeretségük, vagy nincs tudásuk, néhány is tudják, hogy hogyan lehet akár kapcsolódni rögtön magabiztosabbak. Visszatérve ott a közösségi oldalra, egy nagyon szép írásodat olvastam, ahol éppen egy kerekesszékes, balesetben sérült fiatalembert hívtál meg egy osztályfőnöki órára, aki valóban leküzdötte azt, hogy egyedül lejött Budapestről, órákon át tartott ez a dolog, és ugye egyedül is ment vissza, bár közben jött egy angyali segítség. Tehát nagyon szépen összeszedted azt a fajta önzetlenséget, azt az áldozatot, hogy ő tényleg azért jött, hogy egy kicsit beszélgessen a diákokkal. Ádám, jön a nyár, nem lesznek osztályfőnöki órák, mint töröd a fejed? Hogy tudsz még ilyen élményeket adni esetleg, vagy szervezed-e már a következő tanévet, és ha igen, akkor milyen terveid vannak? Lesznek táborok, ahova menni fogok, illetve azért pihenni is szeretnék.
meg igyekszem mindig a aktuális dologhoz alkalmazkodni, tehát a nyári szünetnek örülök is, egészséges értelemben, tehát a diákoknak is pihenni kell, nekem is, tehát azért nem vagyok szomorú, hogy nyári szünet lesz, de természetesen majd várom a szeptembert is, az új lehetőségeket, úgyhogy így megpróbálom a legjobban mindenből kihozni. Hát akkor azt gondolom, hogy lassan most már fussunk az év vége felé, és tényleg, hogyha kicsengetnek virtuális és mindenféle értelemben, akkor pedagógusoknak és gyerekeknek egyaránt kellemes nyári szünetet és jó feltöltődést kívánunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi pedig futás után megpróbáljuk pótolni az elveszett energiát, és hát mi lenne erre alkalmasabb, mint egy nagy, hatalmas vagy pár gombóc finom fagylalt. Ezzel folytatjuk mindjárt. Június 14-e és 16-a között fergeteges programkavalkád vár mindenkit Vásárosnaményben, a Zoárt napi sokadalomban. Vidámpark, romkocsma, népművészeti és kirakodóvásár, sétahajózás és koncertek. Fellép többek között Pápai Joci, a Four Forens, a Kowalski Megavega, Kovácsovics Fruzsina, Sasvári Sándor, musical és magyar slágereket adnak elő Szabolcs megye lordjai és a Millédik. A komoly komló között nem marad senki árva, hisz van annyi árpa, azt se hiszi el, aki ma látta. Ma látta reggelre, estére világos, jobban esik vele a burger meg a lángos. Idén is Európa legfinomabb csapolt és kézműves sörei, és több mint 25 fajta magyar sör várja az ital rajongóit június 21 és 23 között Debrecenben. A család, kutya és sörhas barát rendezvényt Gangsta Zoli és a Kártel koncert színesíti. Hatalmas buli lesz Kisvárdán. Július 4-e és 6-a között rendezik meg az 5. Lesz Festet. A családias hangulat mellett igényes zene várja majd a bulizni vágyókat. Erről többek között olyan fellépők gondoskodnak, mint Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a Paddy and the Rats, Chris Lawyer, az Álmokfutók, a Cosmix vagy Redfoo. Felkészültél egy újabb kalandra? Ha nyár, akkor barack! Július 6-án már a 8. Gönci Barack vigasságra várnak mindenkit Boldogkővár alján. Több mint 20 program és szakács, 6500 kupica pálinka és 1200 barackos gombóc. Zenei és gasztronómiai különlegességek az egész család számára. Újfehértó város önkormányzata immár 4. alkalommal szervezi meg az Újfehértói Fürtös Fesztivált. Várnak mindenkit, aki szeretné megkóstolni az újfehértói fürtös medgyet, a helyi termelők által készített finomságokat és az ős magyar ételeket, illetve azokat is, akik mulatni szeretnének. Erre Mário, a Desperado, Dérheni, Csordás Tibi és a Magna Cum Laude koncertje ad majd lehetőséget július 6-án Újfehértón. Július 13-án ismét falunap Kocsordon. Egész nap falusi játszóház, nép és ügyességi játékok várják a kicsiket, retro és veterán automotor kiállítás pedig a nagyokat. Lesz erőemelők bemutatója, és bárki megkóstolhatja a hagyományos falusi ételeket és italokat. A fellépők listáját pedig olyan nevek színesítik, mint Gangsta Zoli és a Kártel, Nótár Méri vagy Gáspár Laci. Július 13. Szatmári és kocsordi emberek találkozója, ahová mindenkit szeretettel várnak. Ismét motorbőgéstől lesz hangos és gumiégetéstől szagos a Mária Pócsi Rabócsi Ring július 14-én. Ekkor rendezik meg a Szabolcsi Tuning találkozót és retromobil kiállítást, ahol mindenkinek ott a helye, aki szereti a gyorsulást és a ladákat. Debreceni bor és jazz napok augusztus 1-től 4-ig. Gastro Jazz Jambori a Békástó partján a legszebb magyar borok és jazz muzsika jegyében. 80 hazai borászat, 200 jazz muzsikus, 40 koncert, 5 programhelyszín és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Nos, ahogy ígértem a műsor elején, fagylaltot fogunk kóstolni, a stúdióban Pokoracki Ágnes, aki az év cukormentes fagylaltját hozta el nekünk. Szia, Ági! Szia! Hát olyan vagy, mint egy gyönyörű tavasztündér, és hát most már a nyár közepén vagyunk, és gondoskodsz, és igazi jó tündérként arra, hogy az ember ebben a hirtelen jött nyári melegben hűsölni tudjon, mégpedig különleges fagylaltokkal, és a cukormentes fagyit pedig győztes lett. Na, mesélj erről a versenyről. Hol rendezték meg, mikor? Hát Szombathelyen volt, május 23-án volt ez a verseny. Már tavaly óta készültem, hogy elmegyek erre.
már a fejemben volt, hogy pontosan milyen fajlaltokkal, összeálltak a nevek is, a receptek is lassan-lassan, amikor kiírták a versenyt, áprilisban írták ki a versenyt, és akkor igazából szerintem az első között jelentkeztem, mert... És akkor készültél, és mivel készültél, milyen ízekkel, milyen nevekkel? Aha, tehát két kategóriában indulhattam. Az egyik volt a mentes kategória, és a másik pedig a, úgymond az ilyen natúr. Hagyományos? Tehát, igen, a hagyományos, tehát ami cukor van benne, bármi lehet benne igazából. Mind a kettő gyümölcsfagyi volt egyébként nálam. A mentes kategóriában az illatos birs, fekete ribizlivel indultam, és a hagyományos kategóriában pedig a homoktövis bodzával. Hogy most ezeket el is hoztad nekünk? Igen. Tehát az, amit itt legszélen látunk, mindjárt meg is mutatják az operatőr kollégáim, ezzel a gyönyörű citromos menta díszítéssel, tehát ez egy mentes fagyi. Cukormentes is, vagy tejmentes is? Mitől mentes? Cukor, glutén és laktózmentes is. Nincsen benne semmilyen allergén. Ez, amit tartalmaz, bírsalmevelő, nyírfacukor, fagylaltkötő, és egy kis savanyságot szabályozó anyag, illetve a lekvárban van gyümölcs, tehát fekete ribizli és nyírfacukor. És ezt így összefőztem is. És ez lett akkor a legjobb ezek szerint? Ez lett az országban a legjobb. 2019-ben. Szívből gratulálunk, figyelj, meg kell kóstolnom az ország legjobb fagyát. Megígérem a többieknek, hogy azért nem eszem az egészet össze, tudod, belelógott a hajam. Nagyon mértékletes vagy. Nagyon finom. Igazi. Igazi, kellemes bírsíze van. Hát úgy gondolom, hogy ki vannak éhezve azok az emberek, akik allergiások valami különlegesre, mert azért általában még mindig valljuk be, hogy ezekből a mentes fagyikból mondjuk tényleg csak az alapkínálat van. Esetleg citrom, vagy néhány gyümölcs, de olyan nagyon különleges fagyikat kevesen készítenek. Igen. Volt egy zsűri, aki esetleg... Igen. Nem esély, mit mondtak erről a csodálatos fagyiköltöményről? Nagyon érdekes volt, én nem is gondoltam, hogy nyerni fog. Az elején meg elmondták, hogy a mentes kategóriában igazából nem volt vitás az, hogy melyik lesz a nyertes. És igazából pontozták az ízét, az számított leginkább, aztán ezen kívül az állagát, illetve a díszítését is, az is beleszámított. Nem olyan nagy részben, de az is beleszámított. Most hát azt gondolom, hogy azóta, most már Újfehér Tón nálatok a fagyizóba, akkor nagy lesz most a tumultus, aki legalábbis ilyen jellegű fagyit akar. Itt a másik két tányérban pedig a hagyományos, tehát ebben mindenféle van. Középen sárga színekben, úgy tudom, hogy homoktövis fagyi. Mitől különleges egy ilyen homoktövis? Amit szintén megkóstolok. Hát én úgy érzem, hogy ez nem biztos, hogy annyira ízletes mondjuk mindenki számára. Aki ismeri magát a gyümölcsöt, az nagyon különlegesnek tarthatja, mert nagyon savanyás íze van. Igen. Ez egy bogyós növény, és igazi csemege. Így van. És nagyon egészséges. Úgynevezett superfood, így is mondhatjuk. A mai korban ez nagyon divatos, de egyébként tényleg nagyon egészséges, és szerintem az országban én vagyok az egyetlen, aki ezzel így kísérletezett, vagy legalábbis, hogy ennyire tisztán beletenni a homoktövisvelőt. Úgyhogy ezt egyébként már régóta, mind a kettő fagyit már régóta forgalmazzuk, igazából csak most indultam el vele a versenyen, mert úgy gondoltam, hogy... Egyetlen hogy kezdtél ezzel foglalkozni? Hogy lettél fagylaltmester, vagy hogy kezd cukrászmester? Mi is vagy tulajdonképpen? Nem tartom magam ennyire. Ennyire nagynak én, talán ettől szerényebb vagyok. Igazából a szüleim fagylalta foglalkoznak, már nagyon régóta, közel 20 éve, és én nem feltétlenül ebbe az irányba indultam el, én inkább a cukrászat részre. Olyan 25 éves korom körül nagyon sokat kutattam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Ez szerintem szintén divat a mai világban, és aztán így arra jutottam, hogy a csokoládé az egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, és hogy van hozzá érzékem van hozzá, és ekkor mentem el, még akkor Londonban éltem, elmentem egy ilyen csoki kurzusra, és aztán a saját bombonjaimat kezdtem el ott árulni. Tudom, hogy a Csokoládé című filmet azt nézted, igen. És vagy már láttad, igen, és valószínűleg szereted is, és inspirális. Hát akkor különböző cuki bombonokat is készítette, igen. És utána jött a fagyi? És utána, amikor szerettem volna ebben a szakmában elhelyezkedni, akkor jött az, hogy hát igen, akkor kellene valamilyen végzettség hozzá, és akkor kezdtem el a cukrászatot tanulni Budapesten, és ennek folyamányaként jött az, hogy akkor ebben szeretnék így egy vállalkozást indítani.
Hát én úgy gondolom, hogy rengeteg mindennel lehet ezeket díszíteni, és mondtad, hogy itt a versenyen az nem volt annyira jelentős, akár ezekkel a szép bombonokkal, amit mondjuk valaki el tud készíteni. Régebben ugye az ember sorba állt, akkor maximum kérhetett édes tölcsért, meg legfeljebb egy kis öntetet, de most már az úgynevezett tömegfagyizmúkban is odafigyelnek arra, hogy milyen legyen a díszítés magának a tényleg, ahogy ki van téve a fagyi, azt is mindenfélével díszítik. Te ebben milyen irányvonalat képviselsz, vagy hát, mi az, ami szerinted szemed gyönyörködtető? Én szeretem a nagyon natúr dolgokat, és megmondom őszintén, hogy én a díszítésre annyira nem helyezek nagy hangsúlyt. Az igazság, nagyon sokan járnak hozzánk, tehát eddig is sokan jártak, és nincs nagyon rá energiánk, hogy ezzel túl sokat foglalkozunk. Nem annyira finom, hogy nem kell, hogy ugye nagyon díszítkessétek. Gyorsan elfogynak. Úgy. És hát ugye persze rettenetesen sok rossz minőségű fagylalt is van. Talán már csak annyit, hogy ezekbe, mondjuk ebbe a homoktövisbe mennyi alapanyag kell ahhoz, hogy tényleg ez az ízvilág jöjjön? Hát melyik részét szeretnéd kérdezni? Hát igazándiból, hogy mennyi gyümölcs került például bele? Rengeteg. Tehát, hogy... nagyon, nagyon magas arányban tartalmaz gyümölcsöt, közel 50%-ban. Az eprünkben kifejezetten sok van, amit most kósolsz, az a fekete ribizli, ebben is eléggé sok van. Úgy érzem, hogy ha többet tennék bele, akkor már nem lenne ennyire finom, valahogy, mert az annyira intenzív a fekete ribizli, hogy az elnyomná. Én szerintem az epret azt nyugodtan megkóstolhatod, itt ő lesz az majd. Figyelj, mindjárt, csak már nem akarom a kedves nézőket tovább kínozni azzal, hogy csak nézhetik a fagylaltokat, úgyhogy azt hiszem elérkezett a pillanat, hogy az operatőr kollégákat is a finomságok közelében engedjük, de egyelőre nálam vannak karnál, úgyhogy én el is köszönök önöktől. Neked nagyon szépen köszönjük a finomságokat és az információkat, és én szívből gratulálunk. És kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, valamennyiüknek tartsanak velünk a jövő héten, és hát nem bírom ki, már összefolyik a nyála számban, mert tényleg isteni volt a fagyi, szóval találkozunk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban, viszontlátásra.